Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy melyek a máj elzsírosodás és a máj cirrózis korai jelei, azaz hogyan tudjuk időben felfedezni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A máj az a szervünk, melynek károsodása nagyon sokáig nem jár semmiféle komolyabb tünettel, akár 70-80%-a is elzsírosodhat, károsodhat, úgyhogy közben nem érzékelünk különösebb problémát. Tehát egy évtizedeken át tartó folyamatról van szó, ezért ritkán lehet azt konkrétan meghatározni, hogy mi is okozta. Először a máj elzsírosodik, majd jönnek a gyulladások, később a fibrózis, és végül ebből az állapotból lesz végstádiumban a cirrózis, ami azt jelenti, hogy a máj szövetek helyén hegszövet, más szóval seb alakul ki. Az egész folyamat első nagyobb szakaszát kompenzált cirrózisnak nevezzük, ekkor még nincs túl sok tünet, a második fázisát pedig dekompenzált cirrózisnak hívjuk, ilyenkor már bőven vannak tünetek. Ahogy romlik le a máj állapota, egyre alacsonyabb hatásfokkal tudja méregtelenítést végezni, ami rengeteg egészségügyi problémához vezethet. Az első gyakori tünete a máj leépülésének a pók alakú hajszálerek megjelenése a bőrön, ezt pók angiómának is nevezzük, itt most látható a képen. A következő a koleszterin lerakódásoknak a megjelenése a bőrön, leggyakrabban a szemek környékén, mivel a máj legyengülésével már nem tudja feldolgozni a sok koleszterint. Jelzi a cirrózist a hasunk alján megjelenő zacskószerű réteg is, ami olyan, mintha zsír lenne, de valójában egy folyadékkal telített rész. Ez azért van, mert a testünk ide tárol el egyes olyan folyadékokat, amit nem tud a máj már rendesen feldolgozni. A szemek elsárgulása, a bőr sárgává válása is jelzi a problémát. A lábödéma szintén nagy eséllyel a leromlott máj állapotára utal. A memória és a koncentráció romlásának szintén köze van a gyenge májfunkciókhoz, mivel csökken a zsírban oldódó vegyületek, az omega-3 a zsírban oldódó vitaminoknak a hasznosulása, melyhez kellene a máj által termelt epesav, de a gyengülés következtében nincs már elegendő epesav, így nem tudnak a zsírban oldódó vegyületek hasznosulni. A vizelet sötétté válása, főként ha a barna felé mozdul el a színe, bár lehet sok minden más is, de a legnagyobb valószínűséggel májcirrózis. A gyakran vörössé váló tenyér és a viszkető lábfej tenyér, bár lehet itt is sok minden mástól is, de ha az előbb felsoroltak közül több is jelen van, ez az utóbbi két tünet, tehát a vörös viszkető tenyér, kézfej, lábfej megerősítik a máj legyengült állapotát. Minél több tünetünk van, annál előre haladottabb a májcirrózis állapota. Az orvosok nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a problémával, a máj átültetés az egyetlen érdemi megoldás. Ha a gyerekeket a 12 év alatt, amíg iskolába járnak, az irodalommal vagy a matematikával egyenlő időben oktatnánk az egészséges táplálkozástól és életmódról, felnőttként sokkal kevesebb olyan ételt fogyasztanának, amelyek az évek alatt a máj gyors leromlásához vezetne. Utólag idősebb korban már hiába mondjuk ugye a betegnek, hogy mit kellett volna másként csinálni a megelőző évtizedekben. A májcirrózishoz először is az alkohol jelenti a leggyorsabb utat, tehát az éveken át tartó napi szintű alkoholfogyasztás. Lassabban, de hasonló végeredménnyel jár az inzulinrezisztencia is, tehát a gyakori étkezések és a sok szénhidrát miatti állandóan magas inzulin szint a szervezetünkben. A rengeteg inzulin vezet a legtöbb gyulladáshoz, a máj gyulladásaihoz is. A sok gyógyszer nagy terhet rak a májra, tehát ha éveken át szedünk gyógyszereket, az jelentős mértékben növeli a májkárosodás, az elzsírosodás, majd a cirrózis kialakulásának az esélyeit. A túl sok készítményekkel bevitt vas és az alacsony kolin, azaz a B8 vitamin szint növelik a gyulladások esélyeit a májban. Ez utóbbi, tehát a kolin a koleszterin és a zsírok felhasználását segíti elő, illetve védi a májat az elzsírosodás ellen. Ha a cirrózis még enyhe, vissza lehet fordítani a folyamatot, de ehhez általában évekre van szükség, és a táplálkozásunk teljes megváltoztatásával kell járjon. Ez a legfontosabb lépés az alkohol kizárása és az inzulin rezisztencia csökkentése, ami a rendszeres böjtölést, a kevesebb étkezést és a szénhidrátok lecsökkentését jelenti a
táplálkozásunkban. A máj számára a legjobb ételek a keresztes virágú zöldségek, mint brokkoli, káposzta, leveleskel, rukkola, karfiol, retek és mások. A gyógynövények és a mikrotápanyagok között a legfontosabbak a máj regenerálásához a kurkuma hatóanyaga, a kurkumin, a máriatövés és az articsóka hatóanyagai, a kolin, a szelén, a fokhagyma és a tokotrienolok, azaz a természetes E-vitamin. A mikroalgák, a méhpempő és a virágpor kiváló tápanyagtús kiegészítő ételek a máj funkciók javításához, a májsejtek regenerálására, a májban a gyulladások csökkentéséhez. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a májbetegség korai felfedezéséről, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangomra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!